Jórekát kívánok! Sziasztok, gyerekek! Üdvözöllek benneteket! Gipper megint hülye, de legalább nem töri össze a gépeket. Küldjük neki, bazze! Na, mivel most egy terepjáróba vagyunk, fölkapottunk a dobó dalba. Yeah! Na, gyerekek, egyébként imádom, ha esik az eső. Már végig nagyobb a sar, végig jobban lehet veretni neki, gyerekek. Itt a... Nem mondom meg, mivel nagyon égő. Hogy azt mondom, hogy veres egyházi. Na, a következő mai projekt, ugye, átváltottunk scout járműre, mert nem vagyunk hülyék, hogy egy terautóval járkeráljunk, hanem scout járművel kell közlekedni körbe-körbe karikába, és fölmegyünk a hegyre, lemegyünk a hegyről, utána meg, ó, ez a köd, ez oda, nagyon oda teszi, júj, ez a köd, meg ezek a fények, azt a betyár, miért nézel ki ilyen jót a játék? Föl fog ez itt menni, gyerekek? Hogy szétrúgja magát, onnan én hülyet kerültünk, ahogy nem menne fel, muszáj neki. Nem gép, ha nem bírja! Úgy, menjél fölfele, jó van akkor gyerekek, jó van. Jaj, de szép, jaj, de ügyes, a képör, mint egy földműves. Úristen. Úristen, hát hogyan, várjál meg. Kicsit meg kéne állnunk, mert nem tudom, hol járok, hallod. De hogy erre nem jártam, az is volt zihet. De! Itt már voltam egyszer. Nem, erre még nem. Ezen az úton nem voltam, gyerekek. Na figyeljé, akkor álljál le! Álljál le, hogy kell tűrűni? Így. Tűrűni! Hogy kell tűrűni elkezdi? Aftermoon, ott van az idő. Az ott nem találtam. Ott, izék a fél ötkor már ilyen idő van. Hát mi van itt, gyerekek? Megbolondulsz. Na, oda föl kéne veretnem. Jó, még eddig nem tűrtük meg a Verdát. De ami később nem múlik, ahogy így közlekedsz, Keeper. Így szokát át fogom aludni, viszont még ezt az aftermoont élvezzük. Ezt a délután. Jobbra kanyar. Összkereket kikapcsoljuk aszfalton. Igen, összfeleket. Nem tudtam, mit akartam. Na jó van, egy kicsit túlpörögtünk. Oké, álljunk rá egy picit. Menjünk, beressük gyerekek, ne szorakozzunk már. Ott van a Watch Tower, és akkor megint megláthatunk dolgokat. És tök jó, hogy kiírja, hogy mit láttunk meg, vagy mit nem. Gyerekek, megyünk, mint az őrültek, hallod? Jobbról jó. Meg jó, hogy itt nem lakik senki, vagy nem tudom. Le van zárva, az út blokádban, várjál. Ez is komoly. Miért van lezárva, hallod? Én itt ki akarok menni. Ki tudok menni? Gyerekek, kemények leszünk, mint a Rambo 3. Hallod, ez itt nem fog kimenni, állj. Te, itt meg akarnak tréfálni. Tréfálni minket? Basszus, itt akkor várjál, elmegyünk más felé. Hallod, itt meg akarnak minket tréfálni. Nem lehet arra menni. Hát micsoda dolog ez. 15 mérföld. Nyomjad neki, na. Erre valamelyre elmegyünk, ugatnak a kutyák, Dick. Itt valahol jó lenne átmenni, nem kéne körbe karikába. Ott van egy izé, ott van egy ilyen... Mi a csónak húzogató, az nem valószínű, hogy nekem köllenek. Nem vagyunk kerik... Egy minitérkép egyébként, azt tudod, ölni tudnék érte. Fév esélyemet odaadnám, hogy lenne minitérkép végre ebbe a játékba. Mármint úgy értem, hogy így... Megnézzük, hogy erre ki tudunk venni telekeknek. Berakom az összkereket. Nehogy lekotkodáljon a verda. Várjál már! Állj meg, Sándor! M. Aludjunk egyet. Skip time. Ja, azt írogatja az izajét. Watch Tower írogatja. Skip time. 6 óra. Ja, 6 órára ugrik mindenképpen. Ja, mindig kerekre ugrik. 0 órára, 6 órára. Mindig egy kerek időpontra ugrik. Nem az, hogy x időt ugrik, hanem... Jó. Itt most gyerekek szerintetek át tudok menni? Ha? Hallod? Na ide, scout jármű nélkül itt aztán elmehetek a francba, mi? Várjátok, most meg kéne jelölnem a Watch Tower-t. Aha, látom már, ne. De akkor ez a Chevrolet járva, azért nem felirat, nem látok semmit. Jó, van, megpróbáljuk, jó? Hát miért ne? Küldjen neki, adjad neki. Adjad neki, fogd meg. Mondjuk az úton is mehetnénk, mi?
kicsit szédítően közlekedik a képer, okosba menjünk, gyerekek. Jó, hát teszem ide, belső nézetben talán nem annyira szédülünk. Oké. Okay. Hol van a Watch Tower? Arra, Na várjál, nézzük meg, itt valami víz van, mi? Itt valami víz van. Hú, ezeket még húzogatni is lehet. Ezzel nem vagyok kibékülve, hogy ilyen nagy hatalmas izé, Chevrolet jel. Aha. Várjál, egy tokosba kell menni, mert itt nem lehet. Itt mögöttem a fák között, nem tudom, mert lehetne. Akkor ki lehetne menni, de ugye esetleg úgy is lehetne, hogy így... Tűnjél teljesen? Na így. Így, így. És akkor végig vissza az úton. És akkor arra. Megpróbáljuk ezt a verziót, jó? Na, hol vagyok? Jó lesz ez, jó lesz ez. Kicsit hátra döltem, mert közelről, bazze. Izé. Ajaj. Ajaj! Gyerekek! Erről nem volt szó. Keretjek! Azt a betyár, gyerekek! Mi történik? Mi folyik itt gyöngyösen? Ne! Ja, ilyen autó izé van. Nincs elés. Ugye az azt jelenti, hogy mindig a közeli dolgokra egy rákört. Jó, release-elni lehet, erre lehet release-elni, jó. Gyerekek! Ez nagyon durva. Ez ilyen izé, ilyen láb. Ez nagyon durva. És nem tudok hova vincselni, az nagyon jó lesz. Mokás lesz itt elakadni, gyerekek, mokás. Ne, mi nincs semmi? Ez bassza. Ne. Megpróbáljuk arra aztán akkor nagy gáz. Hát de nem fogok ott tudni átmenni a szócél. Na mindegy, adjál neki, és annyi. Óvatosan vincselek, mert... Áááá! Release-eljük majd. Elengedjük, ha kiér. Ja, az egy kézifék be volt húzva, more. Na, jó, mindegy. Ügyed neki! Ne állj meg! Nagy a víz! Ne állj meg! Sándor! Sándor! Itt valahogy át kéne jutnom az útra. Hol út? Milyen út? Gyerekek! Nem gép, hanem bírja. És végig, basszus. Jaj. Nem akarok lassítani, gyerekek. Ó, oh, more, állj meg. Sándor! Be kéne raknom lóba. Basszus. Jó, tudjuk, hogy tudom osztani. Jókor mondja, mi? Várja. Aha. Simán megnyomod az F-et, akkor vincsel már alapba. Tök jó, gyerekek, ez nagyon jó. Nem kell kilépned V-be, hanem nyomsz egy F-et is, már akkor izé nincsen, és akkor erre meg ugye ki tudod, le tudod akasztani. Ha nem vagy akkor a szarba, de itt meg na, lehet, hogy abba leszek. Hallod, ez nem kellett volna ide nekünk eljönnünk. Érzem, hogy itt baj van. Lóba próbálok menni. Alacsony fokozatban, jaj, hallod, baj van, baze. Ez nagyon ágyik. Itt próbálok menni. Nem a sárba. Itt keményebbnek tűnik. Oda keményebb is oldik. Szépen, szépen okosba, szépen. Abba a nagy, abba a sárba nem megy bele, bazze. Kibor, ne csináld! Az olyan, mint a fos. Jó, sikerült. Jó, van, vincselünk. R. Vagy vincselünk, nem vincselünk. Vincsel, hülye vagy kipe, várj, R. A manuálba majd. Speciálba mit ír? Ja, tudjuk. Hát tudom, hogy kell, de testvére, hát kitalulta vér ezt már régen. Na, oda nem fog leszakadni a hordzél. Hát gondoltam, mit van ez a retek. Jó van, rámentünk, ez a fa, itt volt. Gyerekek köllött nekem ide, és oda lesz a baj, tudjátok, megszívott a játék. Mert lesz, lesz innen egy olyan pont, hogy már nem tudsz hova rákötni, hallod? És akkor nagyon becunkózok.
Akkor nem fogok tudni kijönni. Azt nézem, hogy jobbra ki kéne mennem, nem-e? Ez nem ezen a nagy sárba, hanem itt átszedem, leszedem jobbra. Itt talán átmegy. Aha, ez jó ötlet, lehet, jó lehet, lehetne, ha nem lenne itt egy ilyen átkozott fa. Tudom, hogy tudok magamon segíteni, másik járművel. Jó. Jó van. Sehova, máshova nem tudok kizérni. Ketni? Ó, dehogy nem, jó van. Ja, kiér a száradra, akkor elfordulok. Szárazra! Többen azt a száraz. Na most. Gyerekek, itt a tapadás mindenféle formája megszűnt létezni. Egyébként az vágjátok. Oké. Okay. Szerintem mégis jobban jártam itt oldalt, mint ott abban a nagy sárba. Meg itt ugye tudok hova kötni. Úristen, hogy szakad ez az eső? És ott a Watchtower, gyerekek. Mindjárt ott vagyok, hallod? Megőrülsz. Álljál meg. Rakjunk egy automatát, mert így meg, ha tulattam kell hirtelen, marhára nem tudok. És még mindig nem damage előttem be? Nem értem én ezt. Most megpróbáljuk megközelíteni. Mondjuk úgy, hogy a rettenetes fokozatot behagyjuk. Az a baj, ebben csak automata van, high nincs, ugye? Rettenetes, nem tudok kapcsolni. Azaz, menj. Menj, Mari, menj! Menj, dikaz! Nem akarok belemenni a sáros részbe, ott baloldalt, hanem itt... Menj! Istenem, ezért megküzdöttük, hallod? Oké, stoj! Álljál meg, azt nézzük meg, mi az, amit találtunk itt. Ó, gyerekek! Találtunk egy... Mi ez? Scout 800? Valami járművet. Gatewide-től... Milyen? Smithville Dam, az egy másik rész. Tök jó, át lehet menni, hallod? Ezt nem tudtam. Van egy trailer store. Hoppa, trailer store. Ott lehet venni trailert? Jó, azért meg kell, ezt meg kéne szerezni, hallod? Ott van egy scout, egy jármű. Egy jármű van ott. De most nekem a garázsomban elvileg van ilyen DLC-s járművek. Ez akkor könnyítés, nem? Azt az járművet mindenképp már meg kell szedni, meg az upgrade-et. Meg ezt a két upgrade-et, és akkor igazából ez a rész, ez majd unlockolva van. Egyébként azt nézem, hogy itt át lehet kelni. Itt át lehet, tudtunk volna jönni. Na mindegy. Na figyeljetek, megyünk mind a vihar. Aztán ezt a gépegységet valahogy megpróbáljuk. Megszerezni, nem tudom hogyan. Biztos, azon gondolkodtam talán, hogy nem esik az eső, meg nincs vár. Hát nem, nincs olyan szerencsém. Egy szaka lesz. Na mindegy, küldjük neki gyerekek. Májkba, és próbáljuk meg, hogy mondjam, kerülni ezeket a mély sarokat. Mert inkább menjünk bele egy vizes részbe, ahol még tömör az alja. Gyerekek, itt hol fogok én fölmenni, hallod? Ma most látom a vesztemet. Sanyi. Hát megy! Elég kemény a sár itt, jó! Jó, ez itt megy! Jó, mert kemény! Kemény, mint a... Nem kemény! Húha! Itt kellett volna fövedni? A ló! Itt mentem, mint a masszás gyerekek föl. Nem tudom, az hova vezet az út, de... Jó, az visszafele, jó van, oké, akkor erre kell menni. Kapcsolok egy pilácsot, aztán mehetünk ám így szaka is. Kerítés kivisszük, most fogjuk tesztelni, gyerekek. Jó van, kivisszük. Úgy látom, hogy ilyen kereptárgyak már nincsenek. Nem akaráljuk, régebben ugye a SnowRunnerbe, vagy a MudRunnerbe, meg még a izébe, talán a SprintRS-be hódott bajok vele. Jó, itt kezdődik a mélyebb sár, nem baj. Az a jó, vannak fák. Addig jó. Megnézzük, milyen járművet lehet kilakolni, és lehet akkor azzal is folytatom az utamat. Azt ugye még nem tudok garázsba teleportálni addig. Várjátok, van olyan? Recover van. Hát akkor hova recoverne? Elvileg a rakás, garázsba. Várjátok, nyomok egy F-et. Tök jó, mert instant ugye a legközelebbi dolgot elkapja. Ez nagyon jó, ezt nem is tudtam, hogy ez van.
Nem mondj, csapjuk neki, gyerekek, ne szarakodjunk itt, te hallod. Mondjuk egy kicsit megbátorodok most ettől, hogy itt ilyen jól sikerülnek a dolgok, azt majd rá fogok ám cseszni. Kövekkel vigyázom, gyerekek. Jó, oké. Sikerül átmenni rajta. Ugye felüldülünk, akkor vége bulinak. Jaj, ne kövek. Jaj, ne nagy sár. Menjünk a szélébe. Jó, igen, csak a jobb hátsó kapta el a nagy sarat. Oké. Kövön csúszik mind az atom. Jó lesz, gyerekek. Nagyon, hallod, lendületből küldöm ám neki. Ó, oh, damage előttünk, írja is, hogy hogyan véve meg tudom nézni, ha akarom. Nagyon nem akarom most. Ez belefér, gyerekek, de lendületbe voltunk. Hallod, mi az a nagy domb? Úristen. Mondjuk nem látom, hogy sáros lenne. De a francot nem, ez mindig szivatás. Jó. Gyerekek, megyünk ám, mint az távirat, hallod? Egyébként elég korán elkezd sötétedni, aztán utána azért tartja magát. Jó darabig, úgyhogy nem kell nagyon pörgetni a kapásból, ha már elkezd sötétedni. Nagyon, nagyon jól megyünk, hallod? Megvagyunk. Hol? Igen, jó szikút. Ott a jármű, jó? Nagyon jó. Megnézzük, mi a szitu vele, elvileg tel van tankolva. És hát igazából vissza kell venni vele. Jó. Nem tudom, recover nyomnék, lehet, hogy még a kezdőhelyre vinne, nem tudom, nem akarom kipróbálni, most a garázsban nem akarok. Ez mi az? Mi az a Land Rover, vagy mi a régi izé? Mi a tököm ez? Esztergapar, mi? New Truck 800, ennyi, Scout 800, ez a neve. Hát, üzeljelünk. Change Truck. International Scout, de egyébként ez itt a magasabb lenne, nézzük már meg a belsejét, hallod, testvérem. Ez nagyon fapad. International Scout. Ó, oh, hát ez nagyon fapad, ja, de... Bejön is, és ebben úgy látom, hogy sor 4 van. Ugye? Ez olyan, bejön, gyerekek, ez jó néz ki. Ez tetszik, várjál. De van benne, ja. Állj meg. Van diffing. Ugye van diffing, a másiknak nincs diffie. A Chevynek nem volt diffie, úgyhogy ez mindenképpen jobb. De jól néz ki este is az a játék. Ez a kör. Jó, ha leszángúrozunk innen, aztán akkor ezzel scoutolunk. Hát ez jobb, ez van diffing, ugye? Köllött gyerekek, mint szar a zsebbe, hallod, nagyon jó vagyunk. Vigyük neki annyi lefelé. Már nem tudok másfelé elmenni, állj meg. Marhára nem. Viszont akkor itt kéne majd. Itt nem tudtam bejönni, vagy hú, a városba. Visszafele lehet, hogy már nyitva lesz az a pont. Már itt elvegyünk erre, és akkor az upgrade-et megnézzük. Hopp, akkor nem is kell bemenni a városba. Jó, ez jó útba ejtjük, oké. Okay. Jó van gyerekek, minden steamből. Azt hiszem, itt nem tudok lemenni egyébként. Mondjuk szarát törném a webben, biztos mi? Ha? Nem megyünk le, okosba elvegyünk izén úton. Pörgessünk gyerekek, már lassan el sötétedik. Nem mentek a fények. Meg ez szerintem magasabb ez a gép. Bazze! Állj meg, Sanyi! Hallod, ez majdnem lecsúsztam. A külyek azok úgy csúszik, mint az is. Állj! Aludjunk gyerekek, mert a hülyeség megint itt el ez a jelek. Humbar az alvás. Skip time. Night, 6:13. Ez a jó. Ez szeresi a Keeper. Diflokot kikapcsoltam. Talán jobban fordul egyébként. Difizárral nem nagyon szeretnek fordulni ugye a járművek, mert mind a kettő oldali kerekek ugyanannyit fordulnak, úgy meg nem nagyon akar fordulni a jármű. Ó, difizárat az csak végszükség esetben durrantunk neki. Azzal addig szerintem el vagyunk ezzel. Szép napos időnk van, leszánkázunk a hegyről. Ja, fordulékonyabb difizár nélkül, úgyhogy erre figyelünk. Na, merre kell mennünk? Jó, felemegyek, jó. Azt a betyár, gyerekek! Azért vannak meglepő mulatságos helyek. Milyen diffizárat rádobtam, kész. Ja, always! Mit nyomkodom? Hülye vagy, Keeper? Jó, most szóltam. Most nagyon hülyeséget mondtam, mert always-om diffizárja van, tehát mindig be van kapcsolva. Úgyhogy hiába nyomkodom, nem történik semmi. Most biztos rögtetek páran, hogyha olvastátok. Eddig nem néztem le oda bal oldalra a feliratra. Biztos voltam benne, hogy ez be van kapcsolva. És látjátok? Diplock is always on.
Ó, viszont ez egy jó dolog ám, mert a legnagyobb sárba is azért. Figyelj, erre rakok izéket, erre macikerekeket rádobom, balonos gumikat, szerintem ez a világba kimegy, hallod? Ez nem, nincs, nem lesz olyan sár, ami rád. Meg ugye van jó nagy vorog, szerintem ez lesz, tudnék húzítgálni is. Ezzel jó lehetne mentelik esetleg, nem? Nagyon megy ám. Mert is elmeri az elejét, gyerekek, mi a szar? Várjál. Meg kell érzi, hú vagyok. Ja, de az úton még végig, jobbra. Csellog, mint a Salamon töke gyerekek az a játék. Ja, imádom, tetszik ez a... Az a jármű ez sokkal jobb, mint a másik. Sokkal, sokkal inkább jobb. Magasabb felépítmény. Difizár. Ez jó, ez tetszik. Ezzel lehet veretni. Az a másik, az nem volt olyan, az kicsit olyan lomha volt. Ez sokkal inkább fürgébb, bár szerintem abban mégis nagyobb motor van, de... Fele tudja. Na. Úgyni. Jobbos. Azért vannak itt bajok. Hogy tudok itt levenni már? Egyébként az eső az valamit befolyásol? Mert mintha nem lenne olyan nagy sár, mióta levesik az eső. Nem? Vanni van, de mégsem olyan hatalmas. Most merre, gyerekek? Az milyen erdős izében vagyok én? Mi van? Jól vagyok? Hol vagyok egyáltalán? Ja, jobbra, a jobbra, jobb kagyar, ha van jobb oldal, akkor jobbra. Ezt nevezik útnak erre fele? Ez térképes út, gyerekek? Szórakozol? Viszont ez a gép, ez tényleg jó. Ahogy kell. Megy, mint a balont föl. Jó van. Elvileg itt lesz egy upgrade, csak lehet, hogy nem ennek. Azt hiszem, izé, jármű specifikusok az upgrade-ek, ugye? Jó, mondom. Tehát mit tudom én, azért nem felrakni az IFA upgrade-et erre. Jó, két upgrade-et láttam, azt fel. De ittjük, azt szerintem scoutolunk majd ám tovább. Csak ugye a garást, azt ugye, azt is betutoriálozza nekünk ide. Ez szépen el lehet férni. Hát izé, régebben hülye voltam, nagy teherautókkal mentem izélni. Ah, ott a járműje. És ez mit kell? Oda mész csak? Nehogy ott háznál, ott van a izé. Na mi ez? Erre vagyok kíváncsi egyébként, ez hogy működik. Get. Szép. A TV8, 5-2-es kosztüm. És mi ez? És ez mi? Ez mire jó? Mire hova való? És ez garázs belérhető, jó nekem. De mibe? Ja, garázs belérhető. Nem tudom, hogy mi ez. Ilyenkor ez hogy van. Tényleg nem tudom, hogy jármű specifikusok-e vagy nem. Álljál meg, most miért nem megyek? Azt hiszem erre. Erre, aha. Figyelj, akkor ide. Ide, és akkor fölmegyünk ezért is. És szerintem akkor itt, ezen a részen, így egész jól meg vagyok. Jó, de át tudok menni a következő térképre. Mehetünk akkor arra tovább, azt megcsináljuk a küldiket majd. Uhú, gyerekek, az úrba! A képőr nagyon durva! Ez szép volt. Ez a mondat már megért a gyerekek. Merre kell mennem egyáltalán? Álljál vagy. Egyenesbe, vagy mi van? Olyan szar van most. Ne szórakozzál. Na. Azt hittem, ide jöntünk, megmurdeltünk. Figyelj, ja, egyenesbe. Van olyan út, akkor küldjük neki az egyenest. Egyenes, egyenes. Görbe, görbe. Nyaldaságem. Micsoda. Olyan, gyerekek, ma nagyon izé vagyok. Nagyon kultúr. Hát én ebben lehet, hogy nem mennék bele. Szépen okosban meg tudnak szivatni olyan kis okosságok. A gyűr a nagy víz, aztán lehet, hogy nagyon mint számítasz rá. Minek menjünk bele, ha nem muszáj, nem? Gyerekek, itt tiltás volt, látom. Ha megyünk itt egyenesbe. Ez a gép, ez bírja. Egyébként ez tényleg bírja, az. Ez nagyon jó, ez tetszik. Na, föl az uton. Jó, tiporva, itt hordták a fát, lopták a fát az ifával. Az ifának a kereke bele van izéve. Fényesedve az útba. Bele van fényesedve az ifa kereke a sárba, gyerekek.
Ennél nagyobb metaforát, baze, Petőfi Sándor nem írt, hallod. Ez mindent megmagyaráz. Amikor az ifakerék bele fényesedik a sárba bele. És akkor most... arra föle. Mert van olyan, amikor belefényesedik. Ez olyan, mint amikor van az a... Mert tudjátok, hogy vágom a fát hűvös halomba, fényesedik a görcse sikongva. Hát ezzel a sorral is gyakorlatilag egy ilyen egész életképet leírsz, hogy milyen az, amikor fényesedik a görcse sikomba, olyan, mint tudjátok, amikor, hogy a fájsz, hogy elvágja, és amikor ilyen görcsös, akkor itt ilyen fényes lesz a fémtől, és meg ráadásul még ilyen hangot is ad, amikor szakad szét, az a nyikorgás. És ezzel a sorral ez így mindent így. Ilyen fél oldalán keresztül tudod magyarázni, hogy ez hogy működik, de nem kell magyarázni, mert fényesedik a görcsösikon ezzel a sorral mindent. Tudsz, hát most már odaföl. Jó van gyerekek, ma egy kis kultúra is beszökött ide a Mudrunner gameplaybe. Ennek sincs high-ja, várjál? Ennek sincs high, az a nagy baj. Csak erre van, low. Miért nincsen rettenetes? Az nem H-nak kellene lenni, R-nek, mint rettenetesnek. Itt az R. Ugye, itt mindig esik az esőmétség ember, more. Megbolondulok. Mindig esik az eső. A kipőr attól lesz. Nem tudom tovább. Na. Szép. Most akkor? Rajzard! Wow! Ja, lehet ültető rúgózat, mi? Gája! Tracklist, itt meg lehet nézni, Chevrolet, a CK1500-nak. Ja, hülye volt a képer. Ott van a ott van a járműlista, hogy melyik. Nagyon jó, mindegy. Meg, hőá. Az a lényeg, akkor most mehetek ide le, outra. Ha valahogy lemegyünk outra. Hát, bazze. Figyeljetek, én nem tudok valahol lemenni itt. Boldog lennék tőle, nem valószínű mi. Akkor várja. Nem megyünk itt, meg van itt egy vízmosás szerintem. Megpróbálkozunk ebbe a vízmosásba bele. Az lehet, hogy a nem a patak, jó van, mindegy. És akkor talán egy kicsit rövidítünk, a franc essen bele. Mondjuk ott is, figyelj el. Erre. Így. Ja, várja, van itt ezen az oldalon még egy izélyem. Egy watchtower. Ugye azt még beszéltük, hogy azt fel kéne szabadítani. Mert ugye még ezen az oldalon is lehetne a különböző dolgok. Úgyhogy bocsi gyerekek, de most ilyen watchtower szabadítási dolog van, de akkor már 100. Figyeljetek, az a lényeg, tudjátok mi a tuti? 100%-ra kicsapjuk ezt a játékot, dik. Nem ám csak így meg úgy. Viszont ez a gép, ez nagyon nagy. Ezt ajánlom idegnek, hogy azért menjen el. 72 literes tankból. Ők már kiszippant. Jaj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 
Bazd meg. Ennek nem örülök. Ennek gyerekek nem örülök. Azt én azon gondolkodok, megpróbáljunk egy ilyen recover dolgot. Hogy kell ebbe beleülni vada? Ja? Tudom. Már, álljál meg! Megpróbálok egy ilyen recover dolgot, hogy mi van akkor, hogyha ezt megnyomom. Na már, nem üsz bele vagy valami csoda. Ugye van itt nekünk egy ilyen V és egy ilyen, erre, na. Erre vagyok kíváncsi. A starting zone, jól van, akkor ez így jó ne. Hoppá, hova raktott? Álljál le? Aha. Hát nem vagyok boldog, de azért jó van. Hát akkor inkább ezzel a trackkel kellene inkább bizonyítanom. Megnézem, hogy nem tudok fölvenni azért a gépére. Basszus, én hülye hallod. Fölöntöttem Verdát. Tudom egyébként, hogy felszabadítanám a izét, az jó lenne nekem. Hát azért ezzel a trackkel megpróbáljunk. Nem lehet, hogy olyan nagy kunsz, nem? Itt föl tudunk kuszni? Hú, basszus. Ez nagyon meredek lesz nekünk. Ezzel a GMC-vel hallod? Na, próbálkozzunk majd. Ezzel a GMC-vel fölküldeni ott. Gyerekek!
Hülyeség, megint dolgozik. Üdejével, off-road, vagy highway tire-rel. Gumedlivel. Épp csak a sárvédőgumi fért a szalagkorlát a gyerekek. Próbálkozunk. Adjad neki, fog meg, gyerünk! Ezt most miért mondtam? Ez valami izébe volt, romodalba. Oké, okay, és akkor hol, merre kéne tovább menni? Állj. Ja, még tovább, jó? Oké. Okay. Le kéne piszkálni onnan a verdát, mi? És itt kéne fölmennem? Addig. Hol? Így föl, oda. Én nekem ezzel? Ez esélytelen basszus. Most tudom, beerre próbáljak meg. Megpróbálok nem megállni. Ó, gyerekek, nem egyszerű az élet. Állja meg egy pillanatra, gyerek. Állja meg egy pillanatra. Hízom a gépeket, gyerekek, nem szarakodok. Hallod, ezzel fölkepesztetek itt, én megbaladultam. Hallod, ezt nem fogok tudni fölvenni. Most látom, hogy ott meg izé lesz. Baj lesz. Valami forduljában van. Nem látok. Gyerekek, a hülye. Írta is egyébként, hogy ugye próbáljak meg esetleg. Megkezdi. Összkerék meghajtás, meg ilyen hülyeségeket kapcsoljak, hogyha nagyon szarva vagyok. Hát testvérem, most ez nem fog összeérni.